tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és a megjelenteket. 2024. május 8-án megnyitom az Kulturális Oktatási Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság ülését. Megállapítom, hogy 7 jelenlévő fővel határozatképesek vagyunk. Aki szeretne ügyrendben szót kérni, az ügyrend szót kért nyomja meg, aki napi rend előtt szólalna fel, az pedig a normál szót kért gombbal teheti meg. Ezen a ponton jelezném, ha elfogadtuk a napirendünket, a 10-es napirendi pontunkról külön kell szavaznunk, hogy zártan vagy nyíltan tárgyaljuk. 10-es napirendi pontunk a pályázatoknak az elbírálása. Nem látok bejelentkezett képviselőt, kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Most előtte kell mielőtt. Bocsánat, először azt teszem föl, hogy nyílt legyen a 10. napirendi pontunk, a pályázati programok elbírálása. Valaki azt gondolja, hogy inkább zártan szeretné tárgyalni, akkor nyugodtan nyomjon egy nemet rá. Vendég kettőnek megadom a szót. Tisztelt bizottság, elnézést, hogy itt csak ez tévedésből került, hogy zárt ülésen tárgyalhat a történet, ez nyílt ülés, úgyhogy nem kell szavazni róla. Nagyon köszönöm, én is csodálkoztam, hogy ez eddig mindig nyílt volt, és most van egy ilyen opció, amiről döntenünk kell. Ezek szerint nem kell döntenünk róla, mert ez egy... Igen, de valószínűleg úgy is azt döntöttük volna, hogy nyílt lenne, hogy eddig volt, akkor erről mégsem kell döntenünk. Köszönöm. Akkor kérem, hogy az eredeti napirend elfogadásáról szavazzunk. Hét darab egyhangú igennel elfogadtuk a napirendünket. Megnyitom az első napirendi pontunkat, Ferencvárosi Napfény óvoda igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása. Köszöntöm pályázónkat, Jordákiné, Károly Irén, Mariannát. Nagyon örülünk, hogy itt van, köszönjük, hogy eljött. Azt kérném majd öntől, hogy egy pár mondatban mutassa be a vezetői elképzeléseit, milyennek látja az óvodát most, milyennek képzeli el a jövőben. És addig is a képviselők, hogyha kérdésük van, akkor majd jelenteni fognak, és akkor egy következő körben majd azokat is megválaszolja. Át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Tehát most az óvodánk, ez egy ilyen nyugodt kis kiegyensúlyozott családias óvoda, és ezt szeretném mindenképpen fenntartani. Első körben, amit fontos feladatomnak tartok, ugye a teljesítmény alapú értékelésnek a bevezetése, és ennek itt a kidolgozása a kollégákkal együtt, illetve majd új kollégának a pótlása. Új kollégának a pótlása, illetve neki a beintegrálása a testületünkbe. Nagyon sok elképzelésem van, de most így első lépésekben még ez a teljesítmény alapú lesz, ami az első, és akkor így apró lépésekkel így fokozatosan a feladatokat is egy kicsit próbáljuk így kibővíteni, mert ugye, hogy mindenkinek lesz egy cél, amit, illetve három cél, amit meg kell határoznia az értékelésbe, és ez alapján próbálunk mindenkinek egy kicsit több feladatot, hogy sikeresebb legyen nekik a teljesítmény alapú értékelés. Illetve van egy nyugdíjas kollega és egy képesítés nélküli kollega. Itt majd még velük próbálunk. Az egyik közülük jár jelenleg főiskolára, őt szeretnénk megtartani, mert ő egy középkorú hölgy, akinek még azért hosszabb ideje van a pályán, és ő nagyon jól beilleszkedett hozzánk, illetve majd előbb-utóbb a nyugdíjas kollega helyett is egy kicsit frissíteni. Szeretnénk az udvart bővíteni, az udvarunkat, egy sportudvart létrehozni. Akkor ugye tehát a gyerekeket is, amit úgy, most úgy problémának érzek igazából, ez a generációs szakadék, mert több generáció van már most a kollégák, illetve a szülők között, és ezt próbáljuk majd valahogy áthidalni egy kicsit a szülőkhöz közelebb, tehát az ő elképzeléseik és a mi elképzeléseink közötti közelítés, amit így fontos feladatnak tartok, mert tényleg ez egy kicsit ilyen sullódásos felület, ebből vannak inkább, hogyha problémák vannak, és ezt, hogyha itt sikerül egy kicsit közelebb hozni az álláspontot, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen jobb lesz. A tornatermünk most, ami pár éve megépült, az nagyon jól felszerelt, ezt szeretnék még itt ilyen kicsit a mozgás felé tendenciálni, hogy minél több kollégának legyen
valami mozgásos továbbképzés, vagy ezt tudjuk, már most van bosolabda, meg egy csomó ilyen új dolgunk, amit mindenki megismer, ezeket a jó gyakorlatokat bevezetni a többiek felé is, kommunikálni esetleg a többi óvodával is, így ezeket együttműködve továbbadni, illetve hát mi is járunk a többiekhez, tőlük tanuljuk a jókat, főleg most így nekünk a lakótelepi szinten az ugrifüles óvoda van, aki mozgásos, és akkor velük gondoltuk, hogy majd esetleg így közelítünk, hogy ezt mélyebben meg el tudjuk végezni, illetve hát nagyon sok minden, így a gyerekeknek a jóléte, hogy jól érezzék magukat a szülőknek, illetve hát a kollégáknak nagyon fontos, mert akkor tudnak jól működni, hogyha jól érzik magukat. Ez az egyik lételeme annak, hogy összhangba tudjunk dolgozni. Mindenkinek a motiválása, a továbbképzések, illetve hát, hogy minél többen minősüljenek, mert van, aki még nem minősült, ez is fontos szempont. Most így hirtelen nagyon sok minden lenne. Ha valakinek kérdése van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok, mert nagyon sokat tudnék mondani. Köszönöm szépen. Nekem van kérdésem, de egyrészt reflektálnék a pályázatára, ez egy nagyon szépen átgondoltam, megírt anyag. Köszönöm szépen, hogy elkészítette. Úgy láttam, hogy a szakmai bizottság is azt gondolta, hogy ez egy kiváló anyag, és ön alkalmas jelölt. Abból, amit említett, abból engem érdekelne azt, hogy milyen bővítésre gondol az óvoda udvaron, tehát mi az a fejlesztésemben gondolkodik, illetve érdekelne az, hogy mik azok a súrlódási pontok a szülőkkel, mik azok a témák, nehézségek, amik a szülők felé vannak, amit úgy érzi, hogy szeretne mediálni, és akár az is érdekelne, hogy ezt hogyan képzeli el. Hát van egy alapítványa az óvodánknak, a Napfény a gyermekekért, amiben folyamatosan gyűjtögetjük a pénzt, mert ugye 2019-ben gyönyörűen fel lett újítva az udvarunk, de ott tehát mindig nagyon sok a fiú, és egyre több fiú van, és nagyon szeretnek focizni. És szeretnénk ott hátul egy ilyen kis focis részt kialakítani. Ahol a bicikli tároló van, ott előtte van egy füves rész, ami olyan kihasználatlan terület, és akkor oda gondoltunk egy ilyen kis sportudvart, ahol mert igazából nincs, mert mindig a Feszofe felőli oldalon fociznak, és állandóan kimegy az udvar, vagy az utcára, meg átmegy a Feszoféba labda, és akkor, hogy ott egy ilyen kis zárt teret, ahol tudnak játszani, meg esetleg a kinti testnevelés foglalkozásoknak is ez teret tudna adni. Ami igazából súrlódási felület, azt gondolom, hogy tehát mi már nagyjából, akik ott vannak, olyan közel 30 éve vannak a pályán, és nekünk más elképzeléseink vannak a gyereknevelésről sok esetben, mint a mai fiatal szülőknek. És ezt próbáljuk egy kicsit így közelíteni, hogy mi is engedjünk, illetve ők is próbálják egy kicsit a másabb értékeket képviselni. És erre gondoltuk, hogy például akár nem szülői értekezlet, vagy legalábbis így gondoltam, hanem inkább beszélgető kör, hogy ne azt érezzék, hogy mi állandóan mindig csak nekik mondani akarjuk, hogy mit kell, meg hogy, hanem egy kicsit közelítsünk egymáshoz, hogy ők is hogy szeretnék, és mi is, hogy egy ilyen közös pontot találjunk, hogy ebből ne legyen. Meg megtaláljuk a közös hangot, hogy ne az legyen, hogy mi mindig számon akarunk kérni, hanem egy partnerként kezelni őket. Itt erre gondoltam. Köszönöm szépen. Meglehetősen sok mindenben egyetértünk, mert azt gondolom, hogy az óvodának jó értelemben kell támogató funkcióval részt venni a nevelésben és a szülők életében, és hát igenis erre szükség van valójában, arra a szakértelemre, ami az óvodában megvan a szülők támogatásában és nevelésben, és ebben ennek jó terepet kell találni, ahol ezt képesek a szülők fogadni, illetve képesek ezt a segítséget megkérni az óvodától, vagy meglátni azt, hogy ezt lehet másképp is kapni, mint úgy, hogy oda mennek reklamálni az óvónénihez, vagy egy szülőire be vannak hívva, vagy egy fogadó órája, annak ezért lehetnek más keretei is. A technikai fejlesztéshez szerintem partner lesz az önkormányzat. Egyrészt ahhoz is, hogyha meg kell magasítani a kerítést, hogy ne menjen ki labda, másrészt az is ahhoz is, hogy legyen egy új focipálya, mert ezek tök fontos dolgok. Ezekkel nyugodtan forduljon hozzánk, eddig az utóbbi időben ezek azt hiszem, hogy egész jól tudtak működni, amikor egy óvodavezető jött és mondta, hogy kéne egy sószoba, föl kéne újítani a medencét, kéne az udvart, ezt azt csinálni, ezt általában az önkormányzat partner tudott lenni hozzá. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, akkor kérem szépen, hogy szavazzunk a pályázatról.
kétegyhangú igennel a megválasztását támogatjuk a képviselőtestület felé. Köszönjük szépen, hogy eljött, a holnapi napon lesz döntés a testületi ülésen. Köszönjük. Megnyitom a második napi rendi pontunkat. Beszámoló önkormányzatunk 2023. évi 1-től 12. havi gazdálkodásáról. Zárszámadás, kérdezem, hogy van-e hozzászólás, észrevétel? Nem látok ilyet, kérem, szavazzunk. Hat darab igen, nulla nem, egy tartózkodással elfogadásra javasoljuk a testületnek. Harmadik napi rendi pontunk, önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének módosítása. Az előterjesztés vitáját megnyitom. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Fölmerült egy érdekes észrevétel. Nem a költségvetéssel, hanem a könyvvizsgáló jelentéssel kapcsolatban, hogy magát a jelentést ugyanaz a személy írja alá több helyen is. Kamarai könyvvizsgálói tagsági minőségben, és ha jól értem, egy cégként is. Ez csak egy kérdés, hogy ez így rendben van-e. Megadom a jegyző úrnak a szót. Röviden mondom, jó? Rendben. Köszönöm szépen a választ, ezek szerint ez teljesen jogszerű. Rendben van, kérem akkor, hogy a költségvetés módosításról szavazzunk. Hat igen, nulla darab nem, és egy tartózkodással elfogadásra javasoljuk. Negyedik napi rendi pontunk a 2024-25-ös nevelési évben indíthatói óvodai csoportok számának engedélyezése. 59 óvodai csoportot kívánunk engedélyezni, és a teljes óvodai kihasználtságunk így 77%-os lesz, hol erősebben, hol kicsit lazábban. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Kérem, hogy szavazzunk. Hét darab egyhangú igennel elfogadtuk. Ötödik napi rendi pontunk, önkormányzatunk fenntartásában működő köznevelési intézmények, tehát az óvodák 2024-25-ös évi nevelési évi munkatervének jóváhagyása. Kellemes kis vékony esti olvasmány volt. Mindenki, gondolom, el tudott mélyedni benne ez alatt a pár nap alatt. Hát azért láthatjuk, hogy nem kis munkát visznek véghez egy nevelési év alatt az óvodáikban. Kérdezem, van-e hozzá kérdés? Észrevétel, nem látok ilyet, kérem akkor, hogy a munkatervről szavazzunk, munkatervekről. Hét darab egyhangú igennel elfogadtuk. Hatodik napi rendi pontunk, javaslat a MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány központi költségvetési támogatásának felhasználóról szóló beszámolók elfogadására, valamint a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére biztosítandó támogatásokra.
Nem látok bejelentkezett képviselőt, kérem, hogy szavazzunk. Hét darab egyhangú igennel elfogadtuk. Hetes napi rendi pontunk javaslat Bernovics Vilma emlékmű állítására. Az előterjesztés vitáját megnyitom, ehhez kaptunk egy kiegészítést, ugye, csatornázási művek engedélye. Még pont jókor megérkezett. Nem látok bejelentkezett képviselőt. Vannak vendégeink? Természetesen, ha vannak vendégeink, és elárulják, hogy kicsodák, akkor megadom a szót, kérem, majd mondják be a mikrofonba. Köszöntjük a bizottságot, és köszönjük a lehetőséget. Hartwig Dániel és Kána Dávid tervezők vagyunk. Azért tartottuk fontosnak, hogy megismertethessük a bizottsággal az emlékmű minden aspektusát, mert szeretnénk, hogyha ez kilépne az egyszerű tárgyi objekt keretei közül, és több emberhez és egy nagyobb, szélesebb réteghez jutna el a megemlékezett személye. Ugye alapvetően az emlékművünk hívószava a stigma. Ez egy kettős jelentésű szó. Van egy keresztény konnotáció és egy negatív konnotáció. Úgy gondoljuk, hogy mind a kettő nagyon igaz Bernovics Vilma életére és munkásságára. Alapvetően az emlékmű tervezésénél egy nagyon szerény, egy nagyon apró beavatkozást terveztünk, hiszen ez az, ami igazán összeegyezhető Vilma személyével. Röviden az ő munkássága, hogy a nyilas uralom alatt életét kockáztatva mentette az üldözötteket. Órákat lehetne még róla beszélni, de egész egyszerűen úgy gondoltuk, hogy ez a személyiséghez egy reprezentatív emlékmű nem illik, hanem ezt egy sokkal másabb, sokkal mélyebb síkon kereszt a megemlékezést ezzel az emlékművel létrehozni. És alapvetően a tervezési helyszínünk is egy meglévő városszövetbe simuló helyszín. Tehát a helyszínünk a Boráros tér, annak is a Dunaparti része, a Gizella sétány mentén. A pontosabb helyszín pedig egy kikötési pont, ami egy ilyen lerácsozott megszakadása annak a mellvédnek, ami végigfut a Gizella sétányon. Ez jelenleg használaton kívül áll, a többitől viszonylag távol, de a hídhoz a legközelebb álló ilyen kikötési pont, ami jól látszik a Boráros térről is, a Hév megállóból, a villamos megállóból, és egy kiemelt helyszín tud lenni. Nagyon jól látszik a szemközti parton is, és a hídról is. Ezt néztük ki, mint egy talált helyszín, ami alkalmas arra, hogy a beavatkozást elvégezzük. Itt látható az, hogy hát bár ezen a képen most ebben a felbontásban nem, de délről is jól látszik ez a szakadás, a hídról is egy kép, illetve így néz ki, amikor éppen a nap úgy süt, hogy átvilágít a résen. A beavatkozás maga pedig az, hogy ezt a szakadást, ezt a szünetet ebben a mellvédben, ezt úgy tesszük látványosra, és úgy alakítjuk a megemlékezés helyévé, hogy elhelyezünk benne egy nyers acél kezeletlen tömböt, amit hagyunk az időre rábízva, hogy erodálódjon, hogy korrodálódjon, hogy elkezdjen rozsdásodni és levetereszteni. Majd ez létrehoz egy sebhelyszerű jelenséget, egy erős stigmát, ha úgy tetszik, ezen a rakparton, jelezve azt a szörnyűséget, ami itt történt, jelezve azt a hőstettet, ami itt történt, és ezáltal emlékeztetve minket a múltunkra, és arra hogy ki volt Bernovics Vilma. Ez egy időben játszódó folyamat lesz, ahogy ez egyre látványosabbá fog válni, ugyanakkor nagyon, nagyon lassú folyamat. A maga vastábla kapna egy emlékfeliratot, ahol megemlékeznénk arról, hogy ki volt ő és mit tett.
ezt a szöveget, ezt dramaturg szerzővel együtt írtuk, hogy minél pontosabb és minél egyszerűbb, de közérthetőbb és hatásosabb legyen. A lényege ennek a feliratnak az az, hogy amíg a vastömb rozsdásodni fog és folyamatosan roncsolódik, addig ez a felirat ez rozsdamentes acélból lesz, tehát ez nem sérül, ez az időben állandó lesz, és ahogy körülötte minden rozsdásodik, úgy ez egyre feltűnőbb és egyre szembe tűnőbb lesz. Megemlékezve arról, mint az ő tette, ez időben állandó, míg minden más körülötte nem. Így néz ki egy műszaki részlete ennek a tervnek, tehát a nagy acéltömb az bekerül a járósík alá, és egy kicsit konzulosan kiáll majd a rakpartból, és fölé kerül egy korlát, egy öntött vas korlát, aminek a pálcái megemlékeznek arról a 6 Dunába lőtt egyénről, akit kivégeztek ezen az estén, illetve a kereszt, ami magáról, Vilmáról. Egy látványterv fölülnézetben. Így képzeljük el, amikor már rozsdásodott a vastömb, és a Duna az, ami ennek hátteréül és ennek az erejéül szolgál ennek az emlékműnek. A sétány felül nézve ez a látványterv. Ez pedig a Duna felől felnézve a rakparton, ahogy nyomot hagy a rozsda. Egy külön kis mellékszála ennek az emlékműnek, ezt később fedeztük fel, hogy az a melvéd darab, amit hiányzik, az be van lökve oda a Dunamederbe. Ezt valahogy úgy vágták ki, hogy egyszerűen csak utána belökték a Dunába, és amikor alacsony a vízállás, akkor ez jól látható. Ez lehet még egy ilyen újabb jelentésréteg, amit az emberek, akik itt időt töltenek és megemlékeznek, azok így felfedezhetnek, és ahogy változik a vízszint, úgy a megemlékezés is egy kicsit más arcot ölthet. Itt látható a tervezői költségbecslésünk, az ütemezés, ebből a halvány szürke most nem annyira látszik ezen a projektoron, de a lényeg az, hogy nagyjából 4-3 hónappal számolunk. És még egy utolsó látványterv arról, hogy a hídról nézve hogyan fog kinézni a terv. Még két dolgot szeretnénk elmondani. Az egyik az, hogy mindenképp egy olyan emlékművet szerettünk volna tervezni, aminek nem egy szokványos befogadása van, tehát nem úgy megy el az ember mellette, nem egy megszokásból megy el az ember, mint egy zsánerszobor mellett, hanem hogyha szembesül ezzel a látvánnyal, akkor az nyomot hagy, és az emlékmű műfajának szerintünk ez az igazán fontos aspektusa, hogy elgondolkodtassa a szemlélőt. Illetve egy másik, hogy maga az emlékmű, az bőven a költségkereten belül mozog. Ezzel a megoldással, hogy egy talált helyre tervezünk egy apró városszövetbe illő beavatkozással, és mi azt szeretnénk javasolni, és azt szorgalmazzuk, hogy a keretösszeg másik fele az pedig egy ilyen tágabb értelmezési kört nyisson pályázatokkal, és egyéb alternatív módokon, de igenis ismertessük meg az emberekkel Bernovics Vilma emlékét. Tehát önmagában ez a pályázat, ez nem csak erről a tárgyról szól, hanem egy sokkal tágabb skálán szeretnénk mozgatni az értelmezést. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük szépen a prezentációt és a magyarázatot. Itt most több kérdés és gondolat is lesz szerintem. Én is akarok majd hozzászólni, de először megadom a bejelentkezett képviselőnek, Kozma Andrásnak a szót. Köszönöm szépen a szót és a bemutatót is. Az lenne a kérdés, hogy nagyjából milyen időt becsültök annak, hogy ez a lefolyás jól látható legyen, tehát hogy nagyjából van ennek esetleg valami becsült időtartama, 1 év, 2 év, 3 év, több év? Hát ez mindenképp egy lassú folyamat lesz, ezért aztán arra is gondolunk, hogy kell majd valami kezdeti beavatkozás, valami olyan, ami elindítja az útján ezt az emlékművet.
ami nem biztos, hogy pont ugyanaz lesz, mint ez a rozsdafolyás, de valami módon már az elején is kell hagynunk egy nyomot, hogy értelmezhető legyen egyáltalán az emlékmű. Egyébként meg foglalkozunk azzal az ügye, hogy restaurátort vonjunk be, és hogy a egymásra reakcióba lépő kémiai elemek hogyan tudják felgyorsítani ezt a folyamatot. De úgy gondoljuk, hogy talán egy éven belül már azért látható lesz ez a folyás. Ez még egy tovább tervezési kérdés, ezzel foglalkozni szeretnénk mélyebben is. Köszönöm. Árva Péter. Köszönöm a szót. Azzal kezdenem, hogy nekem ez nagyon tetszik, ez a gondolat. Olyan agályaim vannak, hogy ez most így, ez árvízvédelmi mű ez a korlát, vagy nem. Nem hiszem, mert van rajta több nyílás. Ha nem, akkor viszont ez a több nyílás a Google Street View több ilyen van, az az összes többi hogyan viszonyul a tiétekhez, mert amikor a ti anyagokat látom, akkor csak egy ilyen van. Hogy egy szépen felújított, nem ennyire avult kőkorlát lenne, és abban lenne ez belevágva gesztusként, akkor tökre érteném, és tökre működne. Így, hogy vannak ilyen felvágásai ennek a dolognak, valószínűleg akkor az első kérdésemet megválaszolta, akkor biztos, hogy nem már vízvédelmi műtár, tehát azzal nem lesz probléma, de ez akkor hogyan működik, tehát hogy ennek így a mérnöki megvalósíthatósága kérdéskör az egyik kérdés, a másik az összes több ilyen felvágás vagy kivágott darabnak a helyre rakása, vagy szerintem erősíteni a koncepciót. Valahova ide szeretnék kiukadni, az meg mégis a költségeket elviszi, vagy ezeknek a kő melvét falnak egy szakaszon a megfelelő restaurálása is indokolt lehetne. Tehát, hogy egy ilyen, hogyan valósul ez meg a jelenlegi engedélyezési, meg műszaki keretrendszerben, ez lenne az általános átfogó kérdésem. Köszönjük, ez fontos kérdés. Alapvetően ezt a szakadást azért találtuk meg, mert leesik a többi szakadási ponttól. Ez a Boráros tér nagyjából tengelyében található. A rákövetkező szakadási pontok már sűrűbben és távolabb vannak, azok elsősorban a kikötőhajók hídjának a bekötésére szolgálnak. Tehát ő egy jól definiálható, különálló megszakadása ennek az előre gyártott vasbeton támfalnak, és mi külön erejét abban érezzük ennek a tervnek, hogy mindent érintetlenül hagy, és egyedül ez a lángolt bronz kereszt az, ami egy ilyen nagyon nemes és nagyon örök anyagot ide tesz, ezzel még nagyobb kontrasztot állítva a környezet és maga az emlékmű között. Illetve még egy dolog így a restaurálás és környezet kapcsán, az pedig az, hogy az előtte található kikötőbakot pedig tervezzük felületében homogenizálni, abból a megfontolásból, hogy felmerült egy észrevételként és kérésként, hogy legyen egy olyan oldal, egy olyan weboldal, ami sok emberhez eljut, tehát nem csak magyarul, hanem angolul, németül, héberül, spanyolul, nagyon sok nyelven ismerteti a Bernovics film a munkásságát, és ez a bak szintén mint egy talált elem, egy QR kóddal, de elérhetővé teszi ezt a weblapot. Tehát a környezet restaurációját itt látjuk. A szerkezeti beavatkozás pedig röviden úgy valósul meg, hogy ez a vastömb bekerül a burkolat síkjába, itt a peremen lévő ajzatbeton elbontásával történik. Ez a lángolt bronz korlát pedig a melvéd oldalán két-két dübellel pedig rögzítésre kerül. Erre statikus tervezőt kell bevonni, hogy ez a korlát kiesésre megfelelő legyen. Köszönöm szépen. Hú,
Nekem egyrészt nagyon tetszik ez az emlékmű, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szép metaforája annak, amiről beszélni szeretne. Nagyon, nagyon tetszik az, hogy többféle perspektíva van benne, van egy felülről, egy oldalról, egy hídről jövő nézete. Én ezt nagyon szeretem ebben, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó terv. Ami nekem nagy kétségem, hogy a hídról lehet azt látni, hogy ez egy emlékmű. Nagyon fontos, hogy az emberek ne azt lássák, hogy valami tönkrement és összecseszte a falat. Mert hogyha ezt látják, nem fogják tudni, hogy mi ez, onnan nyilván nem látszik, hogy ez egy emlékmű. A fentről, ha oda mennek megnézni, nyilván nem látják, hogy mi van lefelé. Tehát én nagyon félek attól, hogy maga a jelentés, a metafora, nem derül ki róla, hogy ez egy metafora, ami probléma. Vagy hogy egy szimbólum, de ez igazából egy metafora. De hogy nagyon fontos lenne nekem az, hogy ha megyek át a hídon, villamosra, gyerek, látom ezt a dolgot, legalább azt lássam, hogy jó, hogy ott valami tökrösdás a fal, de hogy fölötte, az én fejemben ez az elképzelés, de az önök dolga, aki talán ősz, hogy működik, de hogy amiből elindul, az látszik, hogy ez valami nem normális, tehát ez nem egy hiba, ami ott történik. Hogy legalább egy kérdőjel legyen az emberek, hogy akkor ez most micsoda. Hogy legalább oda menjen, ha oda megy valaki megnézni, hogy ez micsoda, akkor fog kinyílni az, hogy ez egy metafora is miről szól, és akkor fogják az emberek megérteni. Mert ha csak azt látják, hogy van egy bazi nagy terjeszkedő rozsdás folt, akkor állandóan cikkeket fognak írni a Facebookon, hogy miért nem képes normálisan fenntartani a főváros a Dunap támfalának a tisztaságát, és nem fogják érteni, hogy az egy üzenet, egy nagyon fontos üzenet, ami ott van. Megadom a szót Kozma Andrásnak. Köszönöm. Nagyjából nekem is ugyanez lett volna a kérdésem, hogy esetleg mit gondoltok arra, hogy esetleg, hogyha majd Buda felől ránéznek a Ferencvárosi pesti rakpartra, tehát a támfalnak az oldalára, de ugyanígy egyébként, hogy ez villamosról is majd jól fog látszani, tehát mit gondoltok arról, hogy ez egyébként távolról tényleg nem látszik többnek, nincsen semmilyen figyelemfelhívó, tehát nyilván maga a koszolódás az egy figyelemfelhívás, de hogy valaki oda menjen és megértse, hogy ez mit jelent. Igen, ezt a problémát mi is érezzük, és mi is foglalkozunk vele. Ezért is mondtam, hogy talán lehet, hogy az elején, amíg még ez a természetes rozsdásodás nem történik meg, addig valami olyan jelet kell hagyni, ami látszik, hogy nem természetes, ami látszik, hogy szándékos, hogy tervezett, és már amikor az embereknek a tudatába beépült ennek, hogy ez itt van, hogy akkor már része a városnak, akkor veheti át a helyét ez a természetes rozsda, és az idővel lehet egy az, amit így a látványterveken mutatunk. Tehát azzal foglalkozunk kell valóban, hogy mi legyen ott, amíg még nem indul ez be. Abban én szerintem egyetértünk, hogy az legyen valami olyan, ami érzékelhetően tervezett. Illetve van ennek a műfajnak egy ilyen intim oldal, egy ilyen titkossága, és van szerintem három halmaz. A legnagyobb halmaz szerintem ez az értelmezési keret, amiben nagyszerű lenne, hogyha tényleg karitatív tevékenységgel kezdődne, vagy csatlakozna ez az emlékműhöz a megmaradó pályázati keretből valamiféle tevékenység. A következő egyebb lévő halmaz, amikor messziről valaki észreveszi, hogy nini, mi ez, itt valami történik, és a harmadik pedig az a nagyon rideg, de nagyon igaz találkozás, amikor tényleg fölé állunk, látjuk a szöveget, a medret és a Dunát, és elolvassuk, hogy mi történt. Tehát ezek én úgy gondolom, hogy egymást erősítő, kicsit ilyen katartikus rétegek, mind a mellett, hogy egyetértek a kritikával, és foglalkozunk vele. Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy bármi kérdés, még hozzászólás van-e? Van. Árva Péteri a szó. Imádom a Dunát, de egyszerűen túl széles ahhoz, hogy ez működjön. Tehát, hogy imádom a koncepciót, tökre tetszik. Ha nem ilyen széles lenne ez a Duna, akkor a leges-leges legjobb. Ha csak egy szajna szélességű lenne, akkor már nagyon ülne, de így azok az aggályok, amiket a Kozma András fogalmazott meg, így valószínűleg ezek. Tehát ha egy olyan képet renderelnétek meg, amelyeket a túloldalról fényképeztek mondjuk egy 50 mm-es optikával, és arra raknátok rá, akkor
akkor nem működik, és sajnos a gyalogos forgalom így a hídon az elég gyér. Tehát ugye én most is a műegyetemről jöttem, órát tartottam. Innen a hídról működik, a túlpartról már nem működik, és ez egy komoly aggály ezzel a gondolattal kapcsolatban. És azzal kezdtem, és azzal fejezem be, hogy rettenetesen tetszik. Köszönjük, nekünk ezt az aggályt az oszlatta el, hogy szemből mondjuk az A38 hajó magasságából, rakpartról azt látjuk, hogy van egy ilyen fehér vászon. Nagyjából ez a kőfal, ez nagyon homogén és nagyon fehérnek tűnik. És ott, ha megjelenik valami, az látványos. Szerintem érdemes megnézni még egy távolság miatt is. Talán van némi előnye, hogy tényleg egy nagyobb szeletét látjuk ennek a fehér falnak, és hogyha azon valami hiba van, az már sejtett valamit. Plusz még egy, hogy ugye a hídon nem gyalogolnak sokan, de mi már többször átmentünk villamossal, és onnan még látszik. Tehát a hídról is van értelmezhető látvány, amit be lehet fogadni. Köszönöm. Kozma András, a szó. Az mindenképpen jó, ha látványos. Én azon kezdtem el most gondolkodni, hogy ezt a látványosságot, tehát hogy mindenképpen bekkeljük ki azt a részét, hogy ez egy negatív látványosság legyen, mert az, hogy látványosság, az tök jó, legyen is így, de megoldani valahogy mondjuk azt, hogy ez ne egy negatív látványosság legyen. Most negatív látványossággal azt értem, hogy ez a legtöbb ember szemében ez egy sima, egyszerű koszolódás lesz. Most így nem tudom, mindenféle vad ötlet jutott eszembe, nyilván a kivitelezhetősége a kérdéses. Vannak ezek a láthatatlan tinták, tehát hogy például valahogy úgy lekezelni a támfalat például egy kereszt alakban, amit mondjuk nem tud megfogni a rozsda folyás, és akkor szépen, ahogy folyik az évek során a rozsdásodás, akkor az valamilyen módon kiadjon egy valamilyen alakot. Most csak hirtelen eszembe jutott egy ilyen ötlet, de hogy mindenképpen szerintem ezzel a negatív látványosság részét, az élét kell ennek a dolognak elvenni. Köszönöm. Szerintem ezzel abszolút foglalkoznunk kell. Ez az ötlet is érdekes egyébként. Ez egy tovább tervezés részét kell, hogy képezze, az a véleményünk. Köszönöm, ez egy nagyon izgalmas ötlet volt, akár szakadás a szakadásban, seb a sebben, bármi belefér a szimbiózisba, nekem az is, hogy egy Jézus kép rajzódik ki, nem csak vicceltem, az nyilván teljesen tönkretenni az egészet. Köszönöm szépen. Kérném, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Hat darab igen, és egy darab tartózkodásra, elfogadásra javasoljuk a testületnek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek és prezentáltak nekünk. Fél mondattal reflektál, vagy a kereszt egy fontos része ennek a emlék, nem is tudom, milyen műemléknek, vagy minek hívjuk őt, emlékhelynek. De ugye nem csak arról szól, tehát hogy az az egyik része, ami már benne van. A megoldás jutott eszembe a kereszt, teljesen rendben volt, én csak azért mondtam, hogy az, hogy valami kimintázódik, vagy hogy magában a sebben van valamiben, azt gondoljuk, hogy nem igazi, vagy hogy az ott nem egy vascsőnek az elrepedése volt a rakparton, az bármi, ami ilyen, az nagyon jó lenne hozzá. No, 8. napi rendi pontunk. Javaslat a Rádai utcai színházi találkozó 2024. évi támogatására. Ugye itt a korábbi évhez hasonlóan 5 millió forintot rendeznénk át erre a célra. Nagyon helyesen. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás kérdés. Nem látok ilyet, kérem, hogy szavazzunk róla. Hat igen, nulla nem és egy tartózkodással
elfogadásra javasoljuk. Kilencedik napi rendi pontunk, javaslat a képviselőtestület 2024. évi második félévi munkatervére. Túl sok konkrétum nincs benne egyelőre. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, ilyet nem látok. Kérem, hogy szavazzunk. Hat igen, nulla nem és egy tartózkodásra elfogadásra javasoljuk. Tízes napi rendi pontunk 2024. évi pályázatok bírálata, amiről kiderült, hogy nem kell, nem opció az, hogy zártan tárgyaljuk, hál' Istennek. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. Nem látok ilyet. Kérem akkor, hogy szavazzunk. Hat igen, nulla nem, egy tartózkodással elfogadtuk. Több határozat van és többet kell. Még külön kell? Jó, akkor most tudod, hogy mire szavaztunk. Jó, négy külön határozati javaslat van. Én azt mondanám, ismételjük meg ezt a szavazást, jó? Mert nem volt teljesen világos, hogy melyik határozati javaslatról döntöttünk. Most kérem, hogy az előző szavazást, amiben egyben elfogadtuk, vonjuk vissza, mert egyenként kell megszavazni. Kérem, hogy szavazzunk az előző visszavonásáról. Hat igen, nulla nem, egy tartózkodás. Akkor az első határozati javaslatról kérem, hogy szavazzunk. Hat igen, nulla nem, egy tartózkodás. Szavazzunk a második határozati javaslatról. Hat igen, nulla nem, egy tartózkodással fogadtuk el. Harmadik határozati javaslatról szavazzunk. Hat igen, nulla nem, egy tartózkodással elfogadtuk, és a negyedik határozati javaslatról szavazzunk. Hét darab igennel elfogadtuk. Megnyitom utolsó napi rendi pontunkat, javaslat pályázati beszámolók elfogadására. Van-e kérdés hozzá, hozzászólás? Nem látok ilyet, kérem, szavazzunk róla. Hét egyhangú igennel elfogadtuk. Mielőtt bezárnám az ülést, egyrészt jelezném, hogy a munkarend szerint legközelebb szeptemberben találkozunk, de megkérdezném még Szilágyi irodavezető urat, hogy van-e olyan pályázatunk, amit még bírálnunk kell nekünk itt a nyár alatt, bármilyen jellegű. Nincsen, úgyhogy lehetséges, hogy tényleg nem lesz rendkívül ülésünk, és legközelebb várhatóan, nem biztos még, de szeptember 11-én fogunk valószínűleg találkozni. Köszönöm szépen a bizottság munkáját, az ülést bezárom.